Sziasztok, én Bérci Róbert vagyok. Sziasztok, Miklós Tímán. És elérkeztünk a főzőkurzusunk utolsó adásához, ahol is egy ilyen meglepetés étellel készültem nektek. Kicsit megmutatni azt, hogy ponyból milyen ételt lehet készíteni, kicsit a hagymán és a piros paprikán túl. Ez pedig egy kínai ötfűszeres ponyt lesz. És még mielőtt ugye neki kezdenék a főzésnek, egy picit beszélnék a kínai ötfűszer keverékről, hogy ez micsoda. Igazából bármilyen ázsiai fűszerboltban hozzá lehet jutni, talán nagyobb szupermarketekben is, és ugye direkt nem mutatom azt, hogy én hol vettem. Ez áll szecsuáni borsból, szegfűszekből, csillagánisból, kassziából vagy fahéjból, és mi volt édeskömény magból, köszönöm szépen Timinek, hogy segített. Tehát ezzel fogom fűszerezni majd. Egy picit a mézes kalács fűszerkeverékre hajaz, de azért annál egy picit karakteresebb, tehát sós dolgokhoz való, és nagyon jól tud a ponttyal együtt működni, tehát a ponttnak, hogyha van egy picit olyan kellemetlenebb íz, amit sokan nem szeretnek, ez a kínai ötfűszer nagyon jól elveszi, nagyon jól ki fogja egészíteni. Jó, akkor először kezdjük azzal, hogy hogy készítjük elő a ponttyot a főzés előtt. Ugye itt már látszik, hogy ilyen szépen beírdaltam a pontyot, és akkor megmutatom, hogy ezt hogy csinálom így az életbe. Tehát fogjuk a pontyszeletet, és szépen ilyen 2-3 milliméterenként bevagdossuk, és ugye lehet hallani, ahogy recsennek azok az Y-szálkák, amit ilyenkor átvágok. Ezután jól be fogom sózni, és a só az szépen elkezdi nekem szétmarni majd a szálkákat, illetve a főzés során szintén tovább fognak puhulni ezek a szálkák, és észre se fogjuk venni, hogy ott voltak az ételbe, de ennek ellenére azért azt mondom, hogy mindenki óvatosan azért a szálkával, mert bármikor lehet bármilyen baleset belőle. Jó, és hogyha ilyen szépen megvoltunk az írdalással, akkor fogjuk, és alaposan megsózzuk a halat, mindig így lapozgatunk benne, mint egy könyvbe, hogy így jusson a szeletek közé mindenhol só. Egyrészt jó ízted a halnak, másrészt pedig segít eltüntetni azokat a fránya Y-szálkákat a halból. Jó, és hogyha megsóztuk, utána megszórjuk ezzel a nagyon finom, illatos kínai ötfűszerkeverékkel, és óvatosan szépen így beledörzsöljük a halnak a húsába. Ne tegyünk azért olyan nagyon sokat rá, mert elég intenzív. Jó, és amíg a só megteszi a hatását, illetve egy picit pácolódik a hal, addig átmegyünk, és elkezdjük a párolólét megcsinálni hozzá. Jó, én közben egy serpenyőbe már ide tettem egy olyan jó másfél deci vizet, amit már egyszer fel is forraltam, és akkor most ezt be fogjuk ízesíteni, ez lesz a párolólé. Ehhez szükségünk lesz körülbelül egy olyan evőkanálnyi barna cukorra, szintén olyan 1-2 evőkanálnyi sötét szójaszószra, ugyanennyi világos szójaszósz, 5 új hagymának így a fehér részére, egy pár karika gyömbérre, és egy csipet ebből a kínai ötfűszer keverékből is jöhet. Só az nem kell bele, nyilván a halat már egyszer megsóztam, illetve a szójaszószok szintén sósak. És akkor ebbe a pároló lébe helyezzük bele a pontyszeleteket, és mehet is föl a tűzre. Hát körülbelül egy olyan 5-8 perc alatt ez készre is fog párolódni. És miközben itt párolódik a halunk, nyugodtan ezzel a nagyon finom szójaszószos, hagymás, gyömbéres páruló lével így meglocsolgathatjuk. És mivel a serpenyőhöz nekem nincsen fedőm, ezért én egy ilyen sütőpapírból kivágtam egy ilyen kis karikát, és ezt így szépen rárakjuk a halra, hogy ez alatt nagyon szépen meg tud párolódni, és itt oldalt pedig a fölösleges gőzök kibírnak belőle menni. Jó, tehát innentől kezdve körülbelül egy olyan 5-6 perc, és kész is van a hal. Jó, közben a halak el is készültek, körülbelül ez a
8 perc kellett neki, és most ezt kiveszem egy tányérra, és egy pár perc erejéig, amíg ugye a tálalást el nem kezdem, addig itt pihentetjük, és egy picit ilyenkor följebb szoktam venni a lángot, és ezt a kis halas, szójaszószos pároló lét, ami hátra maradt, azt egy kicsit visszaforralom, hogy egy ilyen sűrű mártást kapjunk, mert tálaláskor ezzel még meg fogom majd locsolni a halat. A pontyok elkészültek, a mártás besűrűsödött, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy kitálaljuk. Én ehhez egy ilyen nagyon szép, rusztikus tálat választottam, amiben belerakjuk a halszeletet. Egy picit rálocsolok ebből a visszaforralt, nagyon finom, fűszeres, szójaszószos léből, és akkor most jön a lényeg. Finomra vágott, friss gyömbér. Ebből teszünk rá itt egy kis kupacot, vagyis itt el is szórhatjuk rajta. Egy csokor új hagymát, amit szintén így finomra vágtam, és egy nagyon kevés koriander levelet, ez opcionális, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki szereti, de én imádom. Hát és akkor ezzel a nagyon finom kínai ötfűszeres ponttyal teszünk pontyot a tízéréshez főzőkurzusunk végére. Egyébként a poén nem tőlem származik, hanem Zsoltitól, aki a kamera túloldalán van, akivel ugye tízrészen keresztül senki nem találkozott, csak velünk. De köszönjük szépen ezt a poén, mert szerintem jó volt. Zsoltinak is köszönjük a sok munkát, amit itt velünk töltött, és nektek pedig a részvételt ezen a 10 alkalmas főzőkurzuson. Mi nagyon élveztük, reméljük, hogy Timi is élvezte. Igen. Sokat tanultunk itt magunktól is, egymástól is. Nagyon szép recepteket küldtetek idáig, úgyhogy nektek is gratulálunk, akik végigcsináltátok ezt a kurzust. Erről az ételről meg annyit, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem akarja megpróbálni, mert kicsit bonyolult, akkor próbáljon meg valamilyen ázsiai beütésű más pontyreceptet elkészíteni, nem kell feltétlenül ugyanez. És ugye akik végigcsináltátok ezt a 10 alkalmas főzőkurzust, azoknak pedig nem sokára el fogjuk küldeni azt az e-bookot, amiben a 10 receptjéből egy ilyen kis kivonatot fog majd kapni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, remélem, hogy még találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!